tanszabadság szerintem azt jelenti egy szülőnek, hogy ő maga szabadon választhatja meg azt, hogy milyen irányba szeretné a gyerekét terelni. A gyerekének joga van ahhoz, hogy a képességeinek és érdeklődésének megfelelően tanulhasson, tanítsák őt, és ezt olyan pedagógusok tegyék, akik szabadon választhatják meg azokat a módszereket és eszközöket, amit használni szeretnének ehhez. Én azt szeretném, hogyha egész ember lenne a gyerekem, boldog is lenne, meg egészséges is lenne. Én azt gondolom, hogy a boldogsághoz az is szükséges, hogy olyan készségekkel vértezzük föl, amiből aztán utána meg tud élni és boldogulni tud, mert ugye a boldogsághoz azért mégiscsak az kell, hogy legyen mit enni. De nem ez a lényeg, és abszolút nem az a lényeg, hogy mennyi tananyagot próbálnak beletölteni a fejébe, hanem hogy egy szabad légkörben ő szabadon gondolkodhasson, és szabadon elmondhassa, amit gondol.